spotkania. No nie munko őrült apja refániás, barátja egy beszélő kutya, nem más. Filmetes szápák is extrém tinik, Johnny virtuálisan a holdra utazik, harcol és átváltozik, de mindenre fény deríthet. Újabb nap egy fiú életében. Johnny Test, Johnny Test, egy újabb nap egy fiú életében. Ellentétes Johnny. Johnny és Buddy erősen koncentrál, hogy megnyerjék a kevert fajú utcai szánkó bajnokságot. És rajtajna! Megkerülik a tűzcsapat! Juhú! És átugratják az ágyást! És látják, hogy Gil gyengéden fogja Susan és Mary kezifát. Micsoda? Na jó, ez fura. Hello, nővérkék! Csá, Gil, ha tényleg ő vagy. Csá, Johnny, nem láttalak. Úgy lefoglal Susan és Mary. Gil! Ha? Menj el, Johnny! Majd, ha Buddyvel válaszokat kaptunk. Hologram Gil, robot Gil, gonosziker Gil a gonosziker világból. Csajok, szeretitek, jó, hogy testápolót kenek a testemre. Komolyan, mit csináltatok vele? Akkor elmész, ha elmondjuk. Plusz egy heti matekházi és áll az alkú. Csináltunk egy hozzáállás megfordítót. Megfordítja az agy kognitív felén a neurológiai szinapszisokat, így módosul a döntéshozatal. Lefordítanád ezt az én nyelvemre is? Az ellenkezőjét fogják csinálni az emberek, mint normálisan. Csak egy ártalmatlan neurológiai beavatkozás, és Gil ahelyett, hogy lepatint, majd megőrül értünk. És most, hogy tudod, tűnj el! Kár, hogy nem adták kölcsön azt az ízét. Miért? Hogy Gil neked is bekenje magát? Nem, hanem mert így magamtól kellett elkérnem. Már csak, az egy dolog, hogy tirilányok végeznek távagyműtétet, de az, hogy nálad van, meg rémít. Hé! Hey! Tüntesd el innen azt a korcsot! Utálom a kutyákat! Szervusz, Pajti! Mit szólnál egy szép szaftos steakhez? Meghívtalak! Imádom a kutyákat! Bocs, Buddy, miről is beszéltél? Kutyus most eszik. Nem, kutyus szereti a steaket. Villangó! Jó szórakozást az ingyen játékokkal! Játék Galaxis. Ingyen volt? A világ legjobb találmánya! Igen. Johnny! Egy fontos prezentációt kell készítenem. Hálás lennék egy kis csendért. Tadám, tadám! Johnny! Kint találtam a koszos ruhádat. Azt mondtad, ne hagyjam a földön a szobámban. Johnny! Nem tudok dolgozni ilyen ricsajban. Johnny! Még kiabálnék veled, de suttogva elég nevetséges. Ezek de kiakadtak. Biztos jobban érzik magukat áthangolva. Én meg akkor, ha nem szórakozol velük. Ugyan. Nézd meg, milyen boldogtalanok. Most takarítottam! Csendben maradnátok végre, hogy dolgozhassak! Az a ragadt robotcsig a gyilok négy. Király! Apa, anya rendetlenséget csinált. Rendetlenség, azt imádom! Apa, anya, meg kell mondanom, tetszik a hozzáállásotok. A világ legjobb találmánya. Játék vége. Anya, megint elrontottad. Holtan nem léphetünk szintet. Annyira komoly vagy, nyugi. A játék szórakozásra való. Megint. A vízfaktor kezd magas lenni. Apa, a szeméte. Johnny, épp időben érkeztél Büdikével a fasírt parféhoz. Annyira jó, hogy a legyet is imádják. Az azt jelenti, takarítani kell. Mi? Minek? Úgyis csak újra koszos lesz. Halló? Az anyád főnöke.
Igen, itt Mr. Test. Mrs. Test épp nem jöhet a készülékhez. Akkor hol van a prezentációja? Hát, majdnem készen van. Majdnem? Mondja meg neki, hogy azonnal oda megyek, addigra jobb, ha elkészül vele, különben kíván rúgva! Hát ez súnyán hangzott. Ez sem egy ígéretes hang. Gondolkozom. Várom, hogy valami jól hangozzon. Szóval ez az ellenkezőjére változtat. Ha megint besugározzuk őket, akkor visszafordulnak. Átváltoznak őrültből normálisba. Há, különös ebben van logika, de a te logikát hagy maga mögött némi kívánnivalót. Szóval, visszaviszem a nővéreidhez. De nem! De igen? Add ide! Erezd! Gyerünk! Erezd már! De erezd! Imádom, ahogy a tudományról beszéltek. De nagyon ölelni akarlak titeket. Úgy magamhoz akarlak szorítani titeket, hogy kipattannak a szemgolyóitok. Ez túl sok, Gil! Mi lesz a papírva? Szia, anya! Szia, apa! Jól vagytok? Szerinted hogy érzem magam? 2 percre hagylak magadra, és nézd meg ezt a helyet! Csak egy kupac szemét van a szobában? Sehol se egy koszos zokni? Johnny, azt hiszed, nekem nincs jobb dolgom, mint szemetelni utánad, mi? Egy egész napba bele fog telni, hogy tele szemeteljem a házat! Na, ezt nem vártam. Anya, hol van? Jeroni bungas, farok! Nem esett bajom! Szeretnél még gondolkodni? Nem olyan súlyos. Valószínűleg hamarosan elmúlik. Bármelyik percben elmúlhat. Közegészségügy. A maga disznói? Disznók? Ja, hogy azok? Jelentenem kell a tiltott gazdálkodást. A szemétdom magasságkorlát átlépését, a ritka bunda betegségét, és kilakoltatom a házat. Kellemes napot. Nem elég mocskos, ez még nem elég mocskos! Gyere, bunda! Megint! Nézd a jó oldalát! Kilakoltathatnak, mielőtt anyád főnöke ideér. Fújtass el! Gyertek vissza, drága csajok! Engedjétek, hogy öleljelek örökké valóságig, és verdessen mindhármunk szíve! Ez a sorsunk! Bárhová tartson agyatok és szépségetek, nem kerülitek el ölelésemet és súlyos leheletemet! Johnny! Mit műveltél? Kölcsön vehettem a hozzáállás megfordítót. Johnny! Még rengeteget vádolhatjuk Johnnyt, de most itt az ideje, hogy megmutassátok, lányok, hogy lehet visszacsinálni. Szóval... Nem lehet visszacsinálni. Ki hitte volna, hogy azt akarnánk, hogy Gil ne vegyen észre minket? Hello! Vissza kell állítanunk a szinapszisaikat normál állapotba. Mehetne gyorsan, mert tudod, szorít az idő, anyád főnöke épp ide tart. Látni akarja a prezentációját, vagy kirúgja, és ha kirúgja, az utcára kerülünk, és ha az utcára kerülünk, apa szemét iglujában kell élnünk. Miféle igluban? Sziasztok! Milyen prezentáció? Csaha! Egy egész új imázs alkotása a cég számára? Jó, mondom a tervet. Méri, dolgozz az agyszinapszisokon. Én befejezem anya multimilliómos prezentációját, ti Büdivel takarítsatok. Miért mindig mi kapjuk a nehezét? Hadd gondolkozzak. Talán mert te okoztad az egészet? Igaz. Jó van, belül tiszta a ház. Már csak idekint kell kitakarítani. Ó, munkagépekkel nem versenghetünk. Akkor most átállítjuk. Szép munka, apa! A kert undorító! Köszönöm, fiam! Jó tudni, hogy valaki megbecsüli a munkámat! Bocsi, csak a patkányokra gondolok. Patkányokra? Szegény kis fickók! El kellett hagyni az otthonukat a szemétlerakón, mert elvettük a szemetüket. Hát ebbe sose gondoltam bele. Apa, adakozzunk, hogyha fáj is! Adjuk az összes szemetünket a kertben a lerakón élő állatoknak. Nagyon jó fiú van, Johnny! Csináljuk! Na, a kert jól néz ki. Ne, itt van anyád főnöke. Intézem! Itt van Mr. Mogul, anya új imázsa a részvényertéhez. Ennyi? Egy logó? Azért kellett eljönnem ide, hogy ezt lássam? Ucsi, elalszom! Hol itt a móka? Laila, magyarázatot! Mogul, elég, hogy folyton megy a meló, meló, meló. Ideje játszani! Játszani? Úgy érti, a vásárlók úgy gondoljanak a cégünkre, mint amelyik játszik? Igen, anya tökre így értette. Ha, 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 ha,
Megvágy! Karútnyák kisasszony, tájékoztassa az igazgató tanácsot, hogy mától a részvény RT az a cég, amelyik játszik! Ja! És Laila, kapjon fizetésemelést! Várj! Egész életemben rád vártam! Megfordítottam a megfordítót! Jöjj vissza! Szia, Johnny! Hello, vadidegen lányok! Úgy látszik, Tonga partira megyek, pápá! Gil! Mi történt? Nem tudod? Jött a főnököd és imádta a prezentációdat. Igen? Nem is emlékszem rá, hogy megírtam. Johnny, hányszor kell még elmondanom, hogy ne hagyd a magyaróvájat a pulton? Megmagyarázzuk! Johnny! Johnny munkát ad. Kitakarítod a szobádat! Már ki van! Csak semmi, de uraság, most az... Mi? Hála az új roboporszívónak, amit anya vett. Roboporszívó kész. Ó, akarja. Jól kapaszkodjatok, mert most letakarítjuk a lépcsőn. Lányok, állj! Ne zúzzátok szét a labort! Nem is! A csúcsmodern szimulációs szobát teszteljük. Ez most egy balul elsült kísérlet, de bármelyik kísérletet bármilyen környezetben tesztelhetünk. Úgyhogy tesztelhetjük a teszteket, mielőtt teszteljük azokat. Ó, akkor semmit se kell takarítani? Nem! Akkor jó! Egy perc és kész az uzsonnád! Már el van intézve. Hála a lányok új húsmester 2000-esének. Husson egészségére! Egy pillanat alatt elkészíti a fasírtot. Na, hol van a mobilom? Husson egészségére! Nem is rossz. Sziapa, csápa. Johnny, közeleg a nagy meccs. Megmutassam a szabadalmazott csavaros csavart labdámat? Kezd nem, apa. Roboporszívó edz engem. Gyerünk, két kör futás. Szép volt, fiam. Akkor minden feladatom elvégezve? Szívem, kezdem úgy érezni magam, mintha felesleges lennék a ház körül. Jaj, szívem, meghallgatnálak, de azonnal kellek a munkában. Kell lesz a munkában? Ó, ez az! Keresek magamnak munkát! Szia, apa! Minek az öltöny? Megyek munkát keresni! Asztal! Tényleg? Komolyan? Biztos engedik ezt az apáknak? Igen, különösen, hogy erre az apára nagy szükség lesz. Ellentétben az önfenntartó családjával, aminek már nincs. Kívánjatok sok szerencsét! Keresek egy munkát! Ez az apa! Hogy szerzek munkát? Nyugi, apa! Elég sok embert ismerünk. 51,1-es körzet. A takarítási tapasztalatainak köszönhetően kiváló kém lesz, aki a fegyverkísérletek után fog feltakarítani járulékos veszteségeket. Fel van véve! Aztán, csak hívjon tisztaságügynöknek, tábornok! Apropó tisztaság, mondjuk kezdhetném a takarítást itt! Ne, az a rakéta! Rakéta. Az tüzetbeteget kell jelentenem. És ezért lennék én a tökéletes személy a csapatába. Kiváló! Látom, vannak tapasztalatai Johnny teszt megfékezésében. Szükségünk van az ilyen tapasztalatokra. Üdvözlöm a fedélzeten! Köszönöm, Mr. Vega! És az ünnepi alkalomra itt egy fasírt! Fasírt? Készüljön a pusztulásra, húsevő! Mr. Vega, megjött a 2:30. Küldje be! Hello, Vega! Hello, Johnny Test! Készülj fel a pusztulásra! Ezek szerint nem kapom meg az állást? Nekünk mások az elképzeléseink. Hogy érted azt, hogy nincs jó referenciám? A férjed vagyok! Az üzletszabályzat szerint nem keverjük a munkát a magánélettel, viszlát! Hánykor lesz a vacsora, szívem? A húsmester szerint 7-kor. Gyerünk, Johnny! Adj bele svungot! Érezd a tüzet, adj mennydörgést! Dobóhiba! Mi? Nem! Kiszívtad a saját agyadat, ez ütőhiba volt! Szia, apa! Szia, Johnny! Ha bárkinek kellenék, ami úgyse fordul elő, a házban leszek hasztalanul. Ne felejts el levenni a cipőjét! Úgy látszik, apádnak nem volt szerencséje. Vagyis segítenünk kell neki, és már van is egy tervem. A laborba! Előre látom, hogy balul fog elsülni, és életveszélybe kerülök. Tudj rá, de nyugi, 9 életed van. A macskára gondolsz? Nincs idő gondolkodni, segítenünk kell apának! Azt akarod, hogy alkossunk egy kamu irodát, hogy munkát adhass apának? Menni fog nektek? Persze, hogy menni fog. Ha-hó,
zsenik vagyunk! És lőn! Az új szimulációs termünk. Bármit létrehozhatunk, például egy munkairodát apának. És az egészet innen irányítjuk. Ha-ha, király! Jól van, apa! Üdvözölek a munkába a menetertnél! Úgy érzi, felesleges otthon és hiába keres munkát, nem veszik fel? Igen! A szenvedélye a takarítás és remekül ért a fasírthoz! Igen! Úgy hívják, jó teszt? Igen! Akkor jöjjön dolgozni a munkába a menetertéhez! Csak keresse meg az épületünket, ami nem kamu, és nincsenek benne csövek, amelyek a laborba viszik! Jelentkezzem most! Juhuuu! Állásom lesz! Új állás kápak! Hello! Halió! Üdvözlöm a fedélzeten, Hugh! Kéne egy üzleti jelentés a fasírtról, de azonnal! Igen, Mr. Főnök úr, rajta vagyok! Épp ilyen embert kerestünk, úgyhogy csak így tovább a remek munkával. Ez be fog kerülni a színészi portfóliómba. Nagyszerű, a szimuláció tökéletesen működik. Vagyis apa boldog, mi meg királyok vagyunk. Segítek hasznosnak érezni magát, és videójátékot játszom. Ez a tervünk eddig. A legjobb. A fasírt jelentés, uram, vettem a bátorságot, és előkészítettem több mintát is. Remek munkateszt. Erre azt mondja a pocsi, hogy ha ez egy fasírt, akkor hol a felesége? A hónap alkalmazottja. Hússon egészségetekre! Már megint fasírt, húsmester! Jó reggelt, lányok! Apa, csinálnál nekünk? Nem lehet, munkába megyek, előléptettek a fa és sírügyi osztály élére. Apa, segíteni a dobásommal! Roboporszívó elég rossz edző. Au! Szemet a labdára! Segítenék, fiam, de sajnos ma van a heti fánk nap. Jó, Büdi bolhás lett. Roboporszívó elintézi. Menjünk napsugaram. Jól van, mentem melóba, szia! Anya! Apát akarjuk vissza! Már nem kaphatjuk vissza. Megtalálta az ő irodáját. A hasznosság illúziója. Várj, ez az! Azért dolgozik, hogy hasznosnak érezze magát. Elég megmutatnunk, hogy mekkora szükségünk van rá. Úgy hangzik, hogy akkora anarchiát kell csapnunk, amit csak apa hozhat helyre. Gyerekek, itt az ideje rendetlenkedni. Tisztít, pusztít. Pusztít, pusztít, rendetlenséget csinál, pusztít. Ha kicsit állítok a húsmesteren, annak elégnek kell lennie. Ez a labda most lyukra megy! Na jó, talán túlzásba vitték. Gondolod? Remélem, fánkról van szó? Apa, gyorsan haza kell jönned! A ház egy szemétdomb! Megtámadtak, mi meg Büdivel meg fogunk hulladni a vécében! Már úton is vagyok! A családom bajban van! Terry, mondd le a kollegiális csebejt! Ert most hazamegyek! Ez a feladat nem másé, mint szuper otthoni apuka emberé! Körbe vettek? Igen, talán túlzásba vittük! Apa! Jól van, ti torszülött húskreálmányok! Senki se húz újat a családommal! Édes mustáros! Apa! Humpa támadás! Hajdá, apa! Pusztít! Pusztít! Rendetlenséget csinál! Pusztít! 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 Tisztít! Upsza! Sajnálom! Tisztít! 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 Az én hősöm! Sajnálom, húsmester! Kiestél! Szép dobás, apa! Szuper otthoni apuka ember! Tavasz áll! Hajrá! Igen! Na hát, apa!
Nem is tudtam, hogy ennyire tudsz durvulni. Ez a munkám, fiam! Figyelj, apa, a munkád miatt... Igen, tudom, már vissza is kell mennem. Hogy megmondjam nekik, felmondom! Igen! Elvégre! Itt van az orrom előtt a világ legjobb munkája. Hogy vigyázhatok a családomra? Szeretünk, apa! Én is szeretlek titeket. És 2 hét szobafogság, amiért megpróbáltatok átejteni egy kamu irodával. Mi? Tudtad? Korábban kell ahhoz felkelnetek, hogy átverjétek. Szuper otthoni apuka embert! Kicsit átdolgozhatnánk a nevedet.